Sziasztok, kedves gitárosok! Sok szeretettel köszöntelek mindjártokat! Ebben a videóban egy olyan témát érintenék, amelyről már csináltam korábban egy oktató videót. Ha jól emlékszem, akkor ezt a felvételt valamikor késő tavasszal vagy koranyáron csináltam, és a Coltrane patternekről volt szó, és egy olyan felfogásban, ahol megpróbáltam minél közelebb hozni a modalitás rendszerébe, tehát igazából azt csináltam, hogy úgy mutattam be ezeket az 1-2-3-5-ös figurákat, hogy a C-dur skála hangkészletét használtam fel, és akkor itt ugye érintettük a C-on, a D-dor, az E-frig, az F-lead, a G-mixolid, az A-ol és a Hallow-Krisi modális skálákat is. Illetve nagyon fontos volt az, hogy megvizsgáltuk ugye azt, hogy a C-dur skálán belül milyen hangközök találhatóak, mert ez szerint kell majd alakítani bizonyos fokszámokat. Nos, nézzük meg, hogy C hangról hogyan tudnám ezt az 1-2-3-5-ös modellt eljátszani. Tehát 1-2-3-5. Hangilag ez úgy néz neki, hogy C, D, E és G. Tehát itt ugye az 1 az az alaphang, a 2 a nagyszekund, 3 a nagyterc, az 5 pedig a tiszta kvint. Nézzük meg, hogy mi történik D hangról. 1-2-3-B-5. És itt olyan hangokat találkozhatunk, hogy D, E, F, A. E hangról nézzük meg, hogy mi történik. 1, 2, B, 3, B, 5. Olyan hangokkal, hogy E, F, G, H. F hangnál mi történik? 1, 2, 3, 5. Tehát itt ugyanaz a helyzet, mint ami a C hangnál történt, hogy F, G, A és C hangokat játszunk, hiszen nem kell hozzányúlni az 1-2-3-5-ös modellhez. Ugyanaz a szituáció lesz majd egy nagy szekunddal feljebb a G hangról indítva, tehát 1-2-3-5, vagyis G, A, H és D hangokkal. A hangról indítva 1-2-3-B-5, ilyen hangokkal, hogy A, H, C és E, illetve H hangról indítva 1-2-B-3-B-5-B. Tehát H, C, D és F hang fog szerepelni, illetve megnézhetjük ugye az első figurának az egy oktáva magasabb változatát, csak hogy teljes legyen a kép. Tehát 1, 2, 3, 5, vagyis megint C, D, E és G hangok fognak szerepelni. És akkor én most megpróbáltam ezt a fajta gondolatsort úgy tovább gondolni, hogy nem egy 1-2-3-5-ös modellről lenne szó, hanem egy 5-1-2-3-as modellről lenne szó, és akkor az E6-os húrról indítanám el ezeket a figurákat, két oktávnyi hangterjedelemben, szóval, hogyha mondjuk van egy C-major akkordunk, akkor próbáljuk meg rájátszani az alábbi dallamot. Aztán, hogyha van esetleg egy D-moll 7-es akkordunk, akkor próbáljuk meg rájátszani ezt a dallamot. Aztán, hogyha van egy E-moll akkordunk, vagy bármilyen harmadik fokú akkordunk, de most ugye C-tonalitásban vagyunk, tehát itt ugye az E-moll lesz a harmadik fokú akkordunk, akkor játsszuk rá ezt a dallamot. Aztán, hogyha van egy negyedik fokú akkordunk, jelen esetben egy F-dur major akkordunk, akkor játsszuk rá ezt a dallamot. Ha van egy ötödik fokú akkordunk, jelen esetben egy G7-es harmóniánk, akkor játsszuk rá ezt a dallamot. Aztán egy hatodik fokú akkordra, jelen esetben az A-moll 7-re, rá tudjuk játszani ezt a dallamot. És hogyha van egy hetedik fokú akkordunk, hogy a C-tonalitásban ez a H-félszűkített akkord lenne, akkor pedig ezt a dallamot próbáljuk meg rájátszani. Illetve rájátszhatjuk újra a következő oktávnak ugye az első akkordját, ami megint egy C-dur major harmónia lenne, és akkor az pedig így néz neki.
és akkor ebből nagyon szép, újra gondolt dallamokat lehet gyártani. Ugye miután itt nem szerepel a septim hang, viszont mindig egy kvárt hang közel indulna ez a dallam, ezért szerintem egész izgalmasnak tűnhet a már meglevő dallamaink patternék mellé, úgyhogy most akkor megmutatnám így egyrészt egyben az egész gyakorlatot, tehát C-majorra mit játszanánk rá ezt. D-moll 7-re. E-moll 7-re. F-majorra. G7-re. A-moll 7-re. Illetve H-félszökítetre. Bocsánat, még egyszer. Illetve C-dur majorra még egyszer. Szóval ez a videó nagyjából ennyi lett volna, én kicsikét tovább gondoltam a Coltrane-i patternt, és egyébként azt javaslom mindenkinek, hogyha van egy bevált séma, akkor azt nyugodtan gondoljátok felül, mert azt gondolom, hogy így születnek meg az igazán kreatív ötletek, és tulajdonképpen nem is hangilag változtattam ezen az egyébként nagyon bevált és igen gyakran használt formulán, hanem csak máshova helyeztem a hangsúlyokat, illetve azt gondolom, hogy ezzel a kvártos kezdéssel teljesen függetlenül attól, hogy most éppen melyik oktávban játszottam, hogy itt az alsóbb regiszterekben, vagy a középső regiszterekben, vagy esetleg még följebb is játszhattam volna őket. Szerintem ez a kvártos indítással sokkal izgalmasabb akár ez a fajta szemlélet, hiszen nem vészel az alapvető gondolat, ami tényleg leginkább John Coltrane-nak a nevéhez fűződik, csak egy picit tovább gondoltuk, gitáros szempontból pedig szerintem nagyon fontos az, hogy a diatonikus arpeggiókon, meg a hármas hangzatokon, vagy bármilyen bontásokon kívül képesek legyünk olyan dallamokat is játszani, amelyek nem feltétlenül a legzsírosabb hangjait fejezik ki egy akkornak, hiszen mint ahogy ugye hallhattátok is itt például egyik négyes hangzat bontásnál sem szólalt meg a septim hang, ami gyakorlatilag az egyik legfontosabb, viszont azt észrevettétek, hogy voltak hasonlóan játszható dallamok, és lényegében ugyanazt az újrendet tudtam használni akkor, amikor a C-dur skálára, hogyha visszatekintünk kicsikét így a modalitás rendszerére, vagy így a horizontációra, ugyanazt az újrendet tudtam használni akkor, amikor a C-hannak ugye a kvintjéről, illetve az F-hannak és a G-hannak a kvintjéről indítottam, tehát G-hangról, C-hangról, illetve D-hangról, akkor ugyanazokat az újrendeket tudtam használni, illetve ugyanez igaz volt akkor is, amikor a D-moll 7-re, illetve az A-moll 7-re játszottam ezt az 1-2-3-B-5-ös modellt, csak nyilván a kvint hangról, tehát a D-moll 7 esetében az A hangról, az A-moll 7 esetében az E hangról, és akkor ugye mi maradt még ugye kettő bontásunk, amikor a harmadik fokú akkordnál játszottam ki ugye az E-moll 7-re játszott 1-2-B-3-B-5-ös modellemet, akkor az ugye pont a kvintjében különbözött ugye a H-félszökítetre játszott 1-2-3-B-5-B-s modelltől, és szerintem ez megint csak egy nagyon jó rátekintés, vagy egy nagyon jó rálátás arra, hogy a különböző fokon található négyes hangzatoknál mik azok az alapvető, általában ilyen egy-egy hangos különbségek, amelyek hát csak egy hangnak tűnhetnek, tehát nem is olyan szembetűnő különbségek, de azért zenei kontextusában nézve nagyon nem mindegy, hogy éppenséggel egy adott bontásnál egy természetes ötödik fokot használunk, vagy egy felfelé vagy lefelé alterált ötödik fokot használunk. Na mindegy. Ezzel a videóval próbáltam egy kicsikét színesíteni ezt a mai estét. Remélem, hogy szépen telik egyébként az estétek, illetve kitartást ehhez a rendkívüli hideghez. Jó gyakorlást, sziasztok!